A legnagyobb értékű pályázati programját képezi Hargita megye tanácsának az egyház támogatás. Negyedik alkalommal a Múzeumok Éjszakája rendezvénytől függetlenül szerveznek ezten a fesztivált a Gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeumban. Hangulatos kiállítás nyílt a gyermekek házában kézműves művészeti szakkörre járó gyermekek alkotásaiból. Köszöntöm nézőinket, híreinket látják, kérem tartsanak velünk. Újabb szemetes gyulladt ki immár sokadjára a Virágnegyedben, ezúttal az északi oldalon a 45-ös tömbházakhoz és játszótérhez közeleső hamutározó kapott lángra éjfélkor. Az esetről idejében értesítették a tűzoltóságot a lakók, ezért számottevő anyagi kár nem keletkezett, de sajnos általános, gyakori problémáról van szó. A költség a kárt okozót terhelheti. A hulladék gazdálkodási vállalat korábban is arra kérte a lakosságot, hogy rendeltetésszerűen használják a gyűjtőpontok szemeteseit. A kályhákból kikerülő hamut a fém szerkezetű tárolókba ürítsék. Ugyanakkor hasonló helyzetek elkerülése véget járjanak nyitott szemmel, és ha rendellenességet látnak, akkor értesítsék az RDE Hargita Gyergyószentmiklósi kirendeltségének ügyvezetőjét a képernyőn látható telefonszámon. A legnagyobb értékű pályázati programját képezi Hargita megye tanácsának az egyház támogatás, keretösszege évek óta folyamatosan nő. Az idei tavaszi kiíráson ez az összeg 4,5 millió lej, Hargita talán az egyetlen megye az országban, amely ekkora összeget költ az egyházak segítésére. Szükségességét az is bizonyítja, hogy idén is nagyon sok pályázat érkezett a kiírásra, mondta sajtótájékoztatóján Borboly Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke. Nagyon jó az együttműködés a történelmi egyházakkal, fejtette ki a megyeelnök, és számos közösség formáló tevékenységben segítik egymást. A szociális tevékenység mellett fontos a toronyórák felújítása, amelyek egyre inkább a települések büszkeségei, a fűtésrendszerek felszerelése, mivel Hargita megyét templomba járó emberek lakják, a harangok automatizálása, sorolta a példákat Borboly Csaba. A ravatalozók építése lassan lezárul, hiszen néhány település kivételével megyeszerte megépültek, ami talán egyedülálló az országban. Idén a kiírásra 237 pályázat érkezett, ami azt bizonyítja, hogy óriási a bizalom a program iránt, fogalmazott a megyeelnök. A beérkezett pályázatokból 149-et bíráltak el pozitívan, ezeket bonyolítják le idén. Hiába betonozunk, aszfaltozunk vagy vezetünk csöveket, ha lassan a fiataljaink elhagynak, a kis falvaink kiürülnek, akkor igazából gyökértelenné válik ez a térség, székelység, és hát ilyen szempontból az egyházainkra komoly figyelmet kell fordítani, ezért is kiemelten támogatjuk például az egyházaink által épített ifjúsági táborozóhelyek, ifjúsági központok ügyét, hogy a gyerekek idekötésében, lelkiletűben, idevaló erősítésében tudjanak tenni. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a műemlékeink és a legtöbb műemlék, sok száz éves műemlék az ugye egyházi ingatlan, azokat tegyük rendben, mert az bizonyítja a múltunkat és lehetőséget ad a vendéglátásra, a turizmusra, az ide csalogatásra, de hát egyáltalán öregbítik a hírnevünket. A felekezetek közötti leosztás nagyrészt a megye felekezeti megoszlását követi. Több mint 60%-át a római katolikus egyház, 15-15%-át a református és az ortodox egyház, 10%-át pedig az unitárius egyház pályázatai nyerték. Főként azokat a beruházásokat támogatják, amelyek kaláka jelleggel valósulnak meg. A pályázatok fele a közösségi intézményeket támogatja, mint közösségi terek építését és felújítását. A templomok, műemléképületek felújítása is nagyon fontos, mert amellett, hogy identitásunk őrzésének fontos elemei turisztikai vonzerővel is bírnak. A napokban aláírják a felekezetek képviselőivel a támogatási szerződéseket, mondta a megyeelnök, aki felhívta a figyelmet arra, hogy a továbbiakban is támogatnak minden olyan beruházást, amely kalákában valósul meg.
Lukács Levente, a megyei tanács egyházi támogatásokért felelős munkatársa beszámolt arról, hogy térségenként pályázati felkészítőt tartottak a papságnak, ahol felhívták a figyelmet az ismétlődő hibákra azok kiküszöbölése érdekében. Feltérképezi Hargita megye tanácsa, hogy az elhullott háziállatok tetemének megsemmisítésére vonatkozó rendelet alkalmazása kapcsán milyen igényeik vannak a helyi önkormányzatoknak. A probléma kezelése ugyanis a megyei tanácsok hatáskörébe tartozik, a tavaly megjelent kormányrendelet szerint, amelynek a módszertanát idén januárban tették közzé. Ennek kapcsán tartottak megbeszélést a Csíkszeredai megyeházán június 13-án, kedden reggel, polgármesterek és szakintézmények vezetői. Több változat is felmerült, hogy miként lenne gazdaságos, észszerű az állati tetemek elszállításának és megsemmisítésének rendszere. A rendelet szerint vagy egy szolgáltató céget bízhat meg a feladattal a megyei tanács pályázat útján, vagy létrehozhat egy megyei közszolgálatot. Utóbbi változatot elvetették, mert mint megállapították, a jogszabályok nem teszik lehetővé. A tanácskozáson jelen lévő Borbój Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke bírálta a jogszabályt, mivel kistérségenként hatékonyabb lenne az állati tetemek problémájának kezelése, az viszont rengeteg költséggel járna, például személyzetet kellene alkalmazni, így viszont kénytelenek egyetlen megyei szolgáltatást végző céget megbízni. Ügyvédi segítséggel küzd tovább Csíkszereda önkormányzata a Városháza homlokzatára kitűzött székely zászló, valamint a város zászló eltávolítatása ellen. Az ügycsomót megvizsgálva több joghézagot is találtak a jogerős ítéletben, ezért a visszautasított rendkívüli fellebbezés után is harcol a polgármesteri hivatal. Végrehajtási felszólítást kapott Csíkszereda önkormányzata. Azonnali hatállyal el kell távolítani a Városháza homlokzatáról a székely és a városzászlót. A Dán Tönász vezette méltóságért Európában polgári egyesület kérte végrehajtás ellen óvást nyújtottak be a marosvásárhelyi ítélőtáblánál. Erről számolt be a csütörtöki sajtótájékoztatón Rádúr Róbert Kálmán Csíkszereda polgármestere, Füleki Zoltán alpolgármester és Májai László ügyvéd. Pontosan azokat az érveket hoztam fel a végrehajtás elleni óvásban, amelyeket nem fogadtak el az ítélő táblánál, és pedig azt, hogy abban az esetben, hogyha államigazgatási eljárásként indították a pert, akkor felhívtam az ítélőtábla figyelmét, hogy rendben van, amúgy ez nem egy államigazgatási eljárás, hanem egy egyszerű polgári eljárás, egy bizonyos tárgynak az eltávolítása véget. Májai azt is elmondta, Romániában a székely zászlónak nincs jogi besorolása, különbséget kell tenni a román sztelg és drapel között. A méltóságért Európában polgári egyesület által benyújtott perben a sztelg és nem a drapel eltávolítását kérik. Ez azért lényeges, mert csak a drapel jelenti az ország zászlaját. Mivel a székely zászló nem egy másik ország zászlaja, így a jelenlegi törvényi szabályozás csak abban az esetben tiltja a közösségi szimbólumok használatát, ha fasiszta, xenofób vagy rasszista jelképeknek minősülnek. Az ügyvéd megjegyezte, annak ellenére, hogy a székely zászló nem egy másik ország zászlaja, a törvényszék és az ítélőtábla döntést hozott és besorolták abba a cikkelybe, amely azt szabályozza, hogy milyen esetekben lehet kitűzni más országok zászlaját. Májai László úgy véli, a törvényszék és az ítélőtábla hozzáadott a törvényhez, ezért is alkotmányellenes a jogerős ítélet. Füleki Zoltán alpolgármester elmondta, hogy az ügyben a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul jogorvoslatért, és a peranyagát pénteken elküldik Strasbourgba. Burgonyavész ütheti fel a fejét az ültetvényeken, az időjárás, a reggeli köd, napközben magas hőmérséklet kedvez a burgonyavész megjelenésének. Török Jenő, a Hargita megyei mezőgazdasági igazgatóság vezetője arra figyelmeztette a gazdákat, hogy időszerű elkezdeni a megelőző kezelést, úgy a burgonyavész, azaz a ragya, mint a Colorado bogarak ellen. Hargita megyében 8250 hektárt ültettek be idén burgonyával. A mezőgazdasági igazgatóság vezetője szerint az ültetvények szépen fejlődtek, a következő időszakban azonban károkat okozhat bennük a csapadékhiány. Negyedik alkalommal szerveznek Eszten a fesztivált a Gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeumban. Rendhagyó módon a fesztivált a múzeumok fehér éjszakája eseményétől függetlenül egy héttel korábban tartják június 17-én. A múzeumok éjszakáját a nyári napfordulóhoz legközelebb eső szombaton, idén június 24-én tartják.
A résztvevők igen tartalmas, egésznapos, sőt éjszakába nyúló programsorozatra számíthatnak az Esztena Fesztiválon. A hagyományos pásztor gazdálkodás a 24. órájában jár, és megpróbáljuk megtartani, megőrizni, promoválni a múzeum keretében, a múzeum közvetítésével ezt a fajta gyergyói értéket. Ezért tartjuk fontosnak, hogy külön napja legyen az Esztena Fesztiválnak, mondta Csergő Tibor múzeum igazgató a 4. Esztena Fesztivál kapcsán. Idén a rendezvényt rendhagyó módon a múzeumok fehér éjszakájától függetlenül szervezik meg június 17-én szombaton. Annyira kinőtte magát az Esztena Fesztivál, és annyira szerethető és a városnak egy sajátos fesztiváli programja lett, hogy már nem érdemes, illetve mondjam azt, hogy nem fér egy nappal be az, hogy a múzeumok éjszakáját és az Esztena Fesztivált is megszervezhessük. Ezért döntöttünk úgy, hogy leválasszuk a múzeum éjszakás programajánlatokról, és akkor önállóan az idéntől, csak is önállóan minden évben majd, ameddig ezek a, vagy nem ezek, hanem mondhatnám azt, hogy ameddig ezek a drága, Esztena tartó, gazdálkodó családok, amíg még vannak és nem hagyják abba, és még ők is igényelni fogják, akkor fönntartjuk az Esztena Fesztivált, ahol még akár a gasztronómiai ízek is olyan sajátosak tudnak lenni, amit máshol a gyergyói ember, de most már nem csak a gyergyói ember, hanem a turista sem fog megkapni. Az Esztena Fesztiválon reggeltől estig tartó programok lesznek. Délelőtt 10 órától várják a város lakóit, családokat, baráti társaságokat az egész napos rendezvényre. Lesz evésivás bőségesen. Újdonság, hogy faluról is jönnek majd pásztorok, akik hozzák vagy helyben készítik el a friss sajtot, a zsendicét, az üvegspörköltet, a jó túrós és ordás puliszkát, illetve a többi terméket, ételt, melyet minden látogató megkóstolhat majd. A gasztronómiai felhozatal mellett lesz még Esztena bemutató, pásztorvetélkedő, bábszínház, gyermekprogramok, táncház és koncert is. De ugyanakkor ott lesz a pásztorvetélkedő, ahol megmutatják a fiatal pásztorkodó, tehát a fiatal pásztorok megmutatják, hogy ki a legény a gáton, és ugyanúgy lesz most már egy terelőkutya bemutató is, hogy milyen pásztorkutyák vannak a környékünkön, mik az előnyei egy bizonyos fajta pásztorkutyák vagy terelőkutyák tartásának, mik nem. De ugyanakkor pedig lesznek még olyan kísérő rendezvények, és ezek között most már nem csak az esti főkoncertet emelem ki, hanem az előtte levő gyergyói autentikus népzenét bemutató csapatot is, amelyet Dzsupin Pál híres népzenész vezényel, és nagyon szép gyergyói, mondhatnám azt, hogy elfeledett tiszta forrásból fakadó, gyönyörű szép gyergyói dalokat fognak előadni, azokkal az adatközlőkkel, vagy azokkal a zenészekkel, akikkel a CD-t készítették. Tehát itt lesznek a gyergyói idősebb prímások is. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez a nap mindenkinek szól, gyerekprogramjaink is lesznek, a minden évben felépített akadálypályánkon most is lehet majd végigmászni és kipróbálni. Lesznek lesznek múzeumpedagógiai foglalkozásaink is, egy kis bojtárképzőnk is lesz, úgyhogy lehet majd állatokat simogatni, bárányokat, lesz szamárcsitkó, tehát mondhatnám azt, hogy egy teljes palettán kínáljuk, fogadjuk az ide látogatókat, és reméljük, hogy egy egész napos közös együttlét után kellő élményt tudunk adni mindenkinek, aki bejön a múzeum udvarára. A fesztivál alkalmával természetesen lesz lehetőség múzeum látogatásra is. A herendi porcelánokból nyílt tárlatot lehet megtekinteni. A 10 órától kezdődő program részletes leírása megtalálható a képernyőn látható internetes oldalon. Mindazok, akik rég vagy még soha nem jártak Esztenán, térjenek be szombaton a múzeum udvarára, hogy a pásztori életbe betekintést nyerhessenek. Kiértékelték Hargita megye tanácsánál azokat az igényléseket, amelyeket az intézmény önkéntes tűzoltó egyesületeknek szóló kiírására küldtek be. Összesen 38 pályázat érkezett, amelyből az elbíráló bizottság 31-et fogadott el, 7-et pedig hiányos dokumentáció miatt utasítottak vissza. A nyertes pályázatoknak köszönhetően védőeszközökkel bővül az ajnádi, madéfalvi, vacsárcsi, rákosközségi, karcfalvi, kászonaltízi, ditrói, kápolnásfalvi,
Korondi, Maroshévízi, Székelykeresztúri, Zetelaki, Máréfalvi, Felsőboldogfalvi önkéntes tűzoltók készlete. Továbbá felszerelést vásárolhatnak a Csíkszentdomokosi, Madarasi, Ülkei önkéntesek. Egyenruhára kapott támogatást a Lázárfalvi, Máréfalvi alakulat, valamint képzésen vehetnek részt a felcsíki, Güdüctelepi, Maroshévízi tűzoltók és az Erdélyi Önkéntes Tűzoltó Szövetség tagjai. A Hargita megyei Hivatásos Tűzoltók Egyesülete a képzések mellett egyenruhára, védőeszközre, információs kiadványok, plakátok nyomtatására és tűzoltóverseny szervezésére is pályázott. A megyei tanács pályázata révén hozzájárul az Oroszhegyi, Székelykeresztúri, Varsági, Lövétei és Homorod-Szentmártoni tűzoltók hatékony működéséhez is. Hangulatos, megható kiállítás megnyitót tartottak tegnap délután az Angels kávézóban. A gyermekek házában kézműves művészeti szakkörre járó gyermekek elmúlt években készült alkotásai közül 18 került a falakra. Ezeket csodálhatták meg a rendezvény résztvevői, de megható és elgondolkoztató gondolatok is elhangzottak, és meglepetések is várták az érdeklődőket. 5 éve működik kézműves művészeti szakkör a gyermekek házában, ahol Szőcs Zsuzsanna vezetésével különböző technikákat ismerhetnek meg, sajátíthatnak el a gyermekek, fiatalok. Az itt született alkotásokból 18-at tártak közszemlére. A kiállítás megnyitón az intézményben zajló tevékenységek előnyeiről is szóltak. Igazából nem tanítás, hanem lehetőségteremtés. Az 5 év lehetősége alatt néhány munka látható itt. Jeleztem azt is, hogy ugye 80-90 gyerek járt hozzám a foglalkozásokra, abból itt 18 diáknak vannak a munkái. Tehát nem azt jelenti, hogy a többi diák olyan síralmas munkákat készít, hogy nem lehet kiállítani, egyáltalán nem. Csak általában a munka elkészül, azt elküldjük kiállításra. Nagyon kevés az az alkotás, ami megmarad itt nekünk. Ha elektronikusan kell beküldeni egy kiállításra, akkor a munka itt marad. Az itt maradt munkákból látható kiállítás. 6 és 18 év közötti diákok munkája látható különböző technikákkal. Van itt közöttük monotípia, kollázs, grafikák. A 10. osztályos Sebők Jennifer a kezdetektől jár a kézműves szakkörre, és saját tapasztalatairól számolt be a jelenlévőknek. Úgy akartam tölteni a szabad óráimat, hogy valami olyat csinálok, ami később egy érték és egy emlék lesz. Szeretem a színek szépségeit, a munka gyümölcsét és a biztató szavakat. Ezt mind megkaptam. Megtanultam mindent kizárni magam körül, és mélyen belemerülni, legyen szó itt festményről, vagy egy egyszerű kis képeslapról. Ide mindig úgy jöttem, hogy ez az a hely, ahol megtalálom önmagam. Ez az a hely, ahol nem számít senki és semmi, csak hogy szabadra engedjem a fantáziám és alkos. Vadász Szatmári István, a gyermekek háza tanára elmondta, az iskolákban egységesítési folyamat van, ezzel szemben náluk fontos, hogy az egyéniségek előtérbe kerüljenek. Indulásból a gyermek önkéntesen jön oda, olyan tevékenységet választ, amit ő akar, hogyha azt mondja, hogy neki az nem megfelelő, akkor elmegy. Senki nem fogja neki azt mondani, hogy neked most muszáj, itt kell neked ülni, és tovább kell rajzolni, vagy tovább kell hajómodellt építeni, hogy bármivel ott foglalkozni. És ezért szeretnek a gyermekek oda járni, és a tevékenységben, mivel azt csinálja, amit akar, és itt is igaz, ahogy ezek a munkák is mutassák, ez már nem a bal agyféltekük, hanem az a jobb agyféltekünknek a munkája, vagyis nem csak a logikájuk, hanem megjelenik igaz az intuíció. És én azt szoktam mondani, hogy ez az a tevékenység, ahol a lelkével is kapcsolatba kerülne. Ha megnézzük ezeket a képeket, ezek nem úgy néznek ki, mint amit valaki kiszámolt, kiszámított, bemagolt, hanem ez a lelki-lelkező kivetülése. Ferenc Zoltán, a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ művészeti vezetője szólt arról, hogy sajnálatos módon Gyergyószent Miklóson nincs megfelelő kiállítótér, majd a látott alkotásokról beszélt. Körbejártam ezt a kiállítást, úgy hirtelen az jutott eszembe, hogy adnék egy címet neki, és mégpedig azt, hogy mentális táj.
mert hogy annyi minden történik ezeken a rajzokon túl, ami a gyerekek lelkében van, és nem csak ezek a rajzok, amit most mutatnak, hanem egyáltalán tudom azt, hogy a tanulók házában zsugnál mi történik, szívószától elkezdve a nyavajáig, aminek csak a képzelem határt szabni, szóval bármidől valamit csinálnak, alkotnak. A megnyitó keretében az egyik tanulót születésnapja alkalmából köszöntötték. A jelenlévők személyes üzeneteket is átvehettek, ilyeneket kérhet bárki, aki a következő két hétben megtekinti a kiállítást, amely a Tarka Barka Turkáló és az Impressum Kft. Támogatásának köszönhetően jön létre. Adományok fejében pedig meg is lehet vásárolni a kiállított alkotásokat, melyek többségét már le is foglalták. A rendezvény zenei műsorral és jó hangulatú beszélgetéssel zárult. Csak egy-két lesz, a kanglom hány tesz, halka morajlik a város, a kapun túl. Itt van az egész nap előttem, bármi lehet, ma még belőlem kertész leszek, fát nevelek, vagy vadakat terelő juhász leszek. Itt van az egész nap előttem, bármi lehet még. Itt van az egész nap előttem, még bár. Ezek voltak már a híreink, köszönöm figyelmüket, a holnap esti viszontlátásra!